Régészeti konferenciát rendeztek Miskolcon. Tavaly a koronavírus miatt online térbe kényszerült a rendezvény, most viszont újra élőben nézhették az előadásokat az érdeklődők. A szakemberek a tavalyi év legfontosabb kutatási eredményeiről számoltak be. Tavaly 10. alkalommal jubileumi régészeti konferenciát tartottak volna Miskolcon. Ennek azonban a járvány következtében az online térbe kellett költöznie. Magának az Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Régészeti Konferenciának pontosan ez a lényege, hogy együtt. Együtt vagyunk, és együtt egymásnak elmeséljük azokat a titkokat, azokat a tudást, amit az előző évben vagy az előző évtizedben itt a régióban régészeti módszerekkel feltártunk. 11 évvel ezelőtt az első ilyen konferencia egy baráti beszélgetésnek indult, mostanra viszont regionális szintre nőtte ki magát. Nem csak megyei és észak-kelet-magyarországi, hanem határon túli régészek is részt vesznek a konferencián. A rendezvény különlegességét az adja, hogy a tudomány képviselői szakmai előadásokat tartanak, valamennyi régészeti portfelületben, azonban ezek az előadások egyaránt szolgálják a szakemberek és a közönség tájékoztatását, és megvalósítva ezzel a társadalom minél szélesebb bevonását a régészeti folyamatokban. Reggeltől egészen késő délutánig több mint 10 előadással készültek a régészek. A Borsodabori Szegedi megyei önkormányzat is elkötelezett a hagyományőrzés, a hagyomány ápolás, illetve az értékőrzés mellett. 9 éve a Borsodabori Zemplén megyei közgyűlés létrehozta a megyei értéktárat, melynek küldetése a megye egyedülálló kincseinek felkutatása és továbbörökítése az utókor számára. A konferencián csak nem 100-an vettek részt. A szakemberek mellett sok érdeklődő is érkezett.